igazi kenus dinasztiából származik Holden Shaw. Hetesen a francia Gubel, neki is van világbajnoki ezüstérme már ebben a számban. A nyolcason az orosz Stokalov, a kilencesen pedig a kínai Huang. Gyerünk Attila! Egy kisebb betegség nehezítette a felkészülését. Azt mondta a múlt hét elején, abban a pillanatban az is elég nagy feladatnak tűnik, hogy meggyógyuljon. De amit az elő- és középfutamban mutatott, az alapján úgy tűnik, hogy az egészségével nincs gond, mert a mozgása és a magabiztossága is igen-igen sokat ígérő volt. Pekingben úgy nyerte meg Vajda az olimpiát, hogy 4-1 forma 250 méter teljesített. Most is valami hasonló lenne a cél. Nem szabad, hogy megtévessze az, ha esetleg Menkov megint őrülten bekezd, ahogy szokott. Márpedig láthatjuk, hogy Menkov bekezd. Nagyjából 4 egyenletes, 57 másodperces 250 métert kellene hoznia Vajda Attilának. Számára az az optimális pálya. Több mint egy hajóval vezet Menkov, és egy percen túl Vajda Attila. De ezzel pillanatnyilag még nincs semmi gond. Nézem, hogy mi újság a széllel. Vajdának ugye a szembeszél kedvez, vagy a teljes szélcsend. Ez mondjuk, hogy most egy picit szembeszél. Kál a harmadik helyen. És fönn a kettesen a fehér orosz Zsukovszki is nagyon szaporázza. Kál 2004-ben olimpiai bajnok volt, Pekingben pedig ő jött be másodiknak, Vajda Attila mögött. A legutóbbi két világbajnokságon viszont Kál már nem tudott felférni a dobogóra. Menkov, Vajda, Kál a sorrend az első három helyen. Kérdés, hogy Menkov megszerzett előnye meddig tart ki. Általában vele kapcsolatban mindig ez a kérdés. Pekingben nem tartott ki, emlékezhetünk rá. Dartmouthban és Poznányban, az utolsó két világbajnokságon viszont igen. 2-0-3-on túl Vajda még mindig a második helyen, Kál a harmadik, Zsukovszki a negyedik, Stokalov az ötödik helyen pillanatnyilag. A papírforma egyértelműen azt ígérte, hogy a Menkov-Vajda kettősből kell, hogy kikerüljön az aranyérmes, azzal együtt, hogy hemzsegnek a klasszisok ebben a döntőmezőnyben természetesen. Attila az elmúlt hetekben külön iramedzéseken is részt vett Ruszkai Krisztián segítségével, hiszen 1000 méteren az egyenletes iram az szó szerint aranyat érhet. Hogyha a kenus tudja, hogy mi az a plafon, amivel még nem veszélyezteti az oxigén egyensúlyos állapotot. 2006-ban itt Szegeden bronzérmes volt Attila a világbajnokságon egy borzasztó csúnya lábsérülés után, amikor sokáig azt se lehetett tudni, hogy egyáltalán indulhat-e és rajthoz állhat-e. Végül is rajthoz állt, és frenetikus hajrával bejött a dobogóra. Menkov előnye egyre fogy. Vajda Attila 250 méterrel a cél előtt megindítja a hajóját. Most már alig több mint fél másodperc Menkov vezetése Vajdával szemben. Zsukovszki feljött a harmadik helyre, megelőzte Kált, és Oldershow az ötödik. Most kell az erő a közönségtől. Vajda Attila azt mondta, hogy egy ilyen 1000 méteres versenyen, a szegedi rendezésű versenyeken 50% ő és 50% a közönség. Menkov elfárad, most már Vajda Attila az első, Kál a második helyen, és az is lehet, hogy Menkov a dobogóra sem tud majd fölállni, de lehet, hogy Menkovban maradt még némi tartalék. Attilában biztos, hogy maradt tartalék, és úgy tűnik, hogy Kál is nagyon-nagyon friss az utolsó 100 méterre. Vajda Attila az első, de csak centiméterekkel vezet a 2004-es olimpiai bajnok David Kál előtt. Gyerünk Attila, rá kell tenni még 2-3 lapáttal. Vajda Attila az első, Vajda Attila az első, és még növelni is tudja az előnyét, amely most már egy hajóhoz. Vajda Attila világbajnok! David Kál a második, és Menkov a bronzérmes. Elképesztően nagyot versenyzett. Nem ült föl Menkovnak. És nem esett pánikba attól, hogy Menkov megint elment több mint egy hajóhosszal. Hő a betyárját! A 2007-es világbajnoki arany, az olimpiai bajnoki cím után. Itt egy újabb VB elsőség. Tavaly is nagyon nagyot ment a végén Vajda,
de akkor Menkov 2/10 meg tudott őrizni az előnyéből. És akkor Attila ezüstérmes lett. Tessék nézni! A meccshajó. Karl Menkov, a kettesen Zsukovszki jött be a negyedik helyre. Zseniális!